2300 köbméter beton, 32000 darab tégla, 19 kilométer elektromos vezeték. Számokban így lehetne jellemezni az Axial Kft. Új zalaegerszegi telephelyét, amit március elején adott át a cég. A félmilliárdos beruházás mind az Axial helyi dolgozóinak, mint pedig a gazdálkodóknak egy nagy előrelépés lesz. Gyorsabban tudunk nekik segíteni, én azt gondolom, sokkal gyorsabbak szeretnénk majd lenni, gyorsabban tudjuk megoldani ezeket a problémákat, amik néha előfordulhatnak, meg tudjuk azt beszélni velük, hogy hozzák be a gépeiket javításra, hozzák be a gépeiket szervizre, nem kell kimennünk, a szervizszerelőse utazással tölti az időt, és azt gondolom ezért a feltételek mellett, ahol itt is van, hogy világos műhelyben, tiszta műhelyben, jó felszerelt technikával felszerelt műhelyben, anyagmozgatógépekkel, ahogy mondtam, hidrarus van benne, könnyen gyorsan meg tudjuk javítani, talán egy óra alatt meg tudjuk azt csinálni, mint egyébként ott nálakint, mondjuk két órába telene, ezért kevesebbet is kell fizetnünk. Laxán 15 telep helye van, és ez tulajdonképpen az egyik legkisebb volt, és muszáj volt odáig eljutnunk, hogy itt is építsünk egy új telephelyet, hiszen az alai gazdák is elvárták azt tőlünk, hogyha vásárolnak, akkor azt utána meg tudjuk jó körülmények között javítani, szervizelni. Szükség volt már egy olyan telephelyre, ahol megfelelő műhelyünk van, sajnos a korábbi telephelyünkön nem volt ilyen műhelyünk. A látványos megnyitó ünnepségen az Axial Kft. Vezetősége mellett a 100 éves Klaasztól beszédet mondott Volker Klaas, valamint Karl Hubertus Rehr, közép-európai régióigazgató. V. Németh Zsolt államtitkár a gépészet és a hazai gépgyártás jelentősége mellett az Axial Kft-t méltatta. Ez alatt a két évtized alatt is mindig végre figyelték az újabb és újabb technikai eredményeket, nemzetközi trendeket, a hazai agrárium kívánságait, és ennek révén válhattak Magyarország egyik piacvezető gép, alkatrész szolgáltatójává, szerviz szolgáltatójává. Az Axial Kft. Fejlődése töretlen. Így az élvezetes telephely átadót a jövőben újabbak követik majd, az ország keleti felében. Én azt szeretném, hogy mire a cseresznye megérik, addigra meg tudnánk tenni azt, amire vágyunk már, hogy Kelet-Magyarországon is két telephelynek az alapkövét letegyük. Szeretnénk egyet Szolnokon és Debrecenbe letenni. Azt gondolom, minden lehetőségünk megvan arra, hogy itt a tavasz végére ezt a két alapkövet is letegyük. Kelet-Magyarországon is szeretnénk továbbfejlődni. Ott is nagy szükség van erre megfelelő infrastrukturális háttérre.